Tiszafüred város önkormányzata június 1-én a Kovács Pál Művelődési Központba várta a tiszafüredi nevelési oktatási intézmények dolgozóit a Városi Pedagógus Napra. A köszöntő és az ünnepi műsor után elismerések átadására került sor, majd Újvári Imre polgármester megnyitotta Nagy Erina amatőr természetfotós kiállítását a Művelődési Központ kistermében. Most az eseményről készített összefoglalónkat láthatják, kedves nézőink, majd műsorunk utolsó részében, egy óra időtartamban a rendezvénynek azt a részét is megtekinthetik, ahol a pedagógusok a részükre adományozott elismeréseket vették át. A himnusz elhangzása után Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke köszöntötte tisztelettel a megjelenteket. Elnök úr a történelembe tekintett vissza, az emberré válás, a tanulás, a tanítás folyamatát, változásait foglalta össze, egészen a jelenkorig, amikor a pedagógusok, tanárok, oktatók, nevelők váltak az oktatás szakembereivé. Letettük a pedagógusok kezébe a jövőt, mondta Kovács Sándor, de ez a feladat nem könnyű, ha nem adunk az önök kezébe eszközöket. Kis lépéseket tesz előre a kormányzat, hogy a pedagógusok megkapják azt a megbecsülést, amit megérdemelnek. Kovács Sándor szeretné, ha az egész országban megbecsülnék és támogatnák ezt a hivatást. Az önök megbecsülése a mi jövőnk, fejezte be az ünnepi köszöntőt Kovács Sándor. Ezután a Fekete László Zeneiskola öt növendékének és a tiszafüredi óvodák kisgyermekeinek műsora következett. Az ünnepség alkalmából elismerések átadására is sor került. Tiszafüred város kultúrájáért kitüntetésben részesült Rajna Jánosné, a tiszafüredi tankerületi központ nyugalmazott igazgatója, szintén Tiszafüred város kultúrájáért posztumusz elismerést adományozott a képviselő testület Gál Ferencnének. Az elismerést leánya Gál Ildikó vette át. Polgármesteri elismerő oklevelet és aranydiplomát nyújtottak át Milinkoffel Mária óvodapedagógusnak. Kulcsár Istvánné középiskolai tanár későbbi időpontban veszi át az elismerő oklevelet és az aranydiplomát. Nagy Imre tanár úr számára is átnyújtották a polgármesteri elismerő oklevelet és az aranydiplomát. Polgármesteri elismerő oklevelet vett át Király Péterné, a tiszafüredi bölcsödek kisgyermeknevelője, Varga Lászlóné és Cinegéné, Buszlai Katalin, a Három Királyok óvoda két pedagógusa, Takácsné Paksi Mária, a Bán Zsigmond Református Általános Iskola igazgató helyettese, Pataki Józsefné, a Bán Zsigmond Református óvoda pedagógusa, Dulai Józsefné és Richterné Gál Ibolya Hedvig, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola pedagógusai, Besenyei Sándorné, a tiszafüredi óvodák óvoda pedagógusa, Dögei Imréné, a Kossuth Lajos gimnázium tanára, Szabó Anikó, a Kossuth Lajos általános iskola pedagógusa. Polgármesteri elismerő oklevelet és pedagógus szolgálati emlékérmet nyújtottak át munkájuk elismeréseként és nyugalomba vonulásuk alkalmából a Hámori András szakgimnázium és szakközépiskola két tanárának, Varga Andrásnénak és Nagy Lajosnak. Az ünnepség után Újvári Imre polgármester a Művelődési Központ kistermében megnyitotta Nagy Erina pedagógus amatőr fotós természetképeit bemutató kiállítást. Nagy Erina néhány éve hobbiként foglalkozik természetfotózással. Amikor ideje engedi, jelenleg a Nagy Iváni Általános Iskolában tanít, a reggeli órákban vagy alkonyatkor megy ki a természetbe, keresi fel a jól ismert vagy éppen ismeretlen helyeket, ahol a természet változását, szépségeit, a növény és állatvilág életét örökíti meg. Nagy Erinának jó szeme van a természetfotózáshoz, olyan pillanatokat, eseményeket lát és örökít meg, amit a legtöbben észre sem veszünk. A kiállítás a Művelődési Központ kistermében június 16-áig látogatható.